Elhívtam Fakit, Vice-t, Jézust és Baleszkót, hogy küzdjenek meg egymás ellen. Inkognitó módban. Azaz egyikőjük se tudja, hogy ki kicsoda. Három kör boxfightot fognak menni, és mindegyikért 3000 forint jutalom jár. Viszont meg fogom őket kérdezni, hogy szerintük ki nyert, és hogyha a három vesztesből legalább kettő kitalálja, akkor bukta a pénzt. Akkor a harc indulhat. 3, 2, 1, go! A rajongóim amúgy, csak nem tudnak meg valami. És hát tudnak csak lúzerek az a bár. Óriási a grief. Ja, valaki, ja. Let's fucking go geek. I'm the best. You know what I'm saying. I'm the best. I'm the best. Now win, please. Now I need to win. I need to win this shit. I need to win. Ez fix fakanál, hát látom, hogy játszik. Vagy Jézus? Vagy Baleszkó? Ezt még nem tudom. De mindjárt kiderül. Let's go! Let's fucking go, guys! Let's fucking go! Csőcső! Tiéd a csővén, gratulálok! Szerinted ki nyert? Baleszkó! Jó, rendben, köszönöm a tipped. Akkor most a vakon tippelj egyet, szerinted ki nyerte? Szerintem Jézus nyerte ezt a kört. Ki volt a nyertes ebben a körben? Nyertes? De lehet, hogy a Visa volt, ez belakkolta. Az a helyzet, hogy háromból csak egy ember tippelt rád, szóval megnyerted a 3000 forintot, jó. Ezeket a boxokat kapják meg. Jó, harcoljanak, harcoljanak. Oh! Jézusom, te só. Szerinted ki nyert? Hát én nyertem. Jó, oké. Gratulálok. Szerinted ki nyert? Most már spektételtél azért. Fix, hogy a fakanál volt. Aki LeW-kizett, az biztos, hogy ő volt, és szerintem ő is nyerte meg. Ki elemezted azt, aki nyert? Hát szerintem amúgy a fakanál az. Hát ilyen vagy ez a csávó, nem misszelt egy editet sem. Gyerekek, háromból kettő ember Fakira tippelt, szóval innentől kezdve Faki elbukta a pénzeik, Baleszkót kérdezzük meg. Nos, mi a megérzés? Hát szerintem Faki nyert most amúgy. Nos, mondanám neked, hogy közel volt és jól leplezted, de háromból három ember rá tippelt. Na, jaj, elfoglalja a helyét. Meghaltam. Jó. Baleszkó! Baleszkó nyerte a harmadik kört. Na, szerinted ki nyert? Én nyertem. Jó, oké, okay. Csak ez a beugratós kérdés, hogy biztos jól tudom-e. Egy tippet szeretnék kérni. Baleszkó. Hello. Hali. Szerinted ki nyerte ezt? Szerintem Baleszkó. Oké, figyeljetek. Az izgalmak még csak most kezdődnek, ez csak a bemelegítés volt. Most négyüket kettészedem, és elhívom őket duózni. Az első duó Faki és Jézus lesz. Mindegyik killel 1000 forintot vágnak zsebre, majd a meccs végén meg kell tippelniük, hogy kivel játszottak. Amelyikőjük helyesen tippel, az elveszi a másik nyereményét is. Viszont, hogyha mindketten jól tippelnek, akkor a nyereményük nullázódik. Szia. Faki, azt úgy elmondom, hogy ha nem követed a teammated, akkor nem fogod tudni, hogy mi a playstyle-ja, és nem fogod tudni ellopni a pénzét. Ja? Tényleg. Igen. Ez jó, hogy mondod. Jó. Ez nem komoly. Úristen. Faki amúgy annyira egyedén játszik, hogy elég kettő rampát lerakni azt szerintem amúgy Jézus előtt, és Jézus megmondja, hogy így csak Faki rak rampát, kész. Amúgy úgy gondolom, hogy Faki és Baleszkó játszik nagyon sokat együtt, szóval ezért nem raktam őket egybe, mert talán az túl egyértelmű lett volna, túl könnyű lett volna a dolguk. Szóval ja, Faki és Jézus. Legjobb vagyok sniperrel, tesó, én mondtam, hogy ez a jó scope sense. Hiszen mondom, hogy Baleszkó.
És hát azt se felejtsétek el, hogy van a Medallion Zomborz mapon, amin még senki nem nyert 100.000 forintot, szóval rajtatok a sor, de már bejelöltem, szerintem több mint 150 embert, kiosztottam több mint 60 vagy 70 ezer V-Bucksot, szerintem közel inkább a 100.000-hez járunk ott is. Szóval gyertek, játszatok a mapon, ott lesz a leírásban a kód, a képernyőn, most adtunk ki egy nagy frissítést, szóval a pálya tökéletes lett, nézzétek meg, köszi, hogy jöttök. Ez mi lesz? Ha ezt kívülről kéne nézni. Ja jó, de ő is csinál még valamit ráadásul. Várj, ez egy tip, hogy... Fa! No way, várjál! Egymásnak a betűjét leírták! Ez nem igaz! Ez nem igaz! Aha. Intenzív farcok. Hihetetlen kérdés merül fel bennem, hogy melyik csapat nyeri, gyönyörű snipe. Hopp, egy nok. Ajaj. Jó, nem halt meg. Úristen. Szegény squad, érted? Végeztek pont az Zoival. Hát GG. Kérdezzük meg Fakit, mit gondol. Mi a végső Jézus. Tipp? Azt a mindenit. Nagyon jó. Szeretnék hallani egy végső tippet. Szerintem a fakanál volt az. Kitaláltál? Ki? Te kitaláltál engem? Aha, úgyhogy most lúzoltunk 40-re. Azta. Jó, ennyi a kill. Amúgy nagyon tetszik, hogy hogy megfogadták, hogy tényleg kövessék egymást. Mert mondhatták volna azt, hogy szétválunk, ölünk amennyit csak tudunk, és majd lehet, hogy így meg se tippeljük a másikat. Dead. Ó, már csak három ember él. Hatalmas a kör, ez gyakorlatilag egy verseny, hogy ki az a maradék 3000-es, mert úgyis tudja, hogy együtt lesz az a három ember. Aha, itt van. Ez vége. És egy ember él. Ott van a háztetőn! És GG, 40-es bomba pont, kerek 40 000 a tét. Most már csak az a kérdés, hogy ki fogja megkapni, osztoznak. Vagy valaki elviszi a dupláját. Hát akkor a mindent eldöntő kérdés. Van-e sejtésed, hogy kivel játszottál? Hát igen, van egy elég nagy sejtésem. Szerintem a Faki ellen játszottam. Vagy Fakival, bocsánat. Úristen, Balescu rosszul tippelt. Szóval ez azt jelenti, hogyha Vice tudja, hogy Balescu nyert, akkor ővé a 40 000 forint. Ha Vice is rosszul tippel, akkor pedig mind a ketten megtartják a saját. Szeretném a tippet hallani, kivel játszottál. Jó, akkor körbeírom az embereket, jó? Oké, figyelek. Na, Fakanál, ha ő lett volna, ő W-kizett volna, még nálam is jobban, és több kill szerzett volna, mint én. Jézus, ugyanez, több kill szerzett volna, és nem ment volna olyan helyekre, mint például a Sziget meg ilyenek, mert tudja jól, hogy egy pub game-ben nem fognak oda menni. A Fakanál is ezt tudja, és 100%-ra merem mondani, hogy ez a Balescu volt, mert szerintem killekbe csak a Balescu-nál tudnék többet ölni, meg az, hogy mindenhova felmegy, mindent megszerez, az többiek nem csinálnak egy ilyet, akik tudják, hogy mi a dolguk a játékban. Köszönöm az analógiát, szuper volt. Szeretnélek titeket összehívni egy csoportba, és akkor ott bejelentem. Hát Sácsok. Igen. Halló. Halló. Azt hiszem ez elárul, hogy így vagyunk itt hárman. Balescu, rosszul tippeltél. Nem volt? Akkor nyertem? Elvitted Balescu-nak is a díját. 40 000 forintot nyertél, Vice. Köszi a figyelmet, gyertek fel és versenyezzetek ti is a Medallion Zomborzon. Nagyon várlak titeket. Nyerjetek akár ti is 100 000 forintot, iratkozzatok fel. Jó szkócsán, sziasztok!